Sziasztok, én Kleső Gyomat vagyok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és igen, itt lenne a harmadik része ennek, a, amit szeretnénk az újabb update ben című sorozatomnak, és igen, még mindig lehet beküldeni amilyen, amit ti szeretnétek, lehetőleg képpel, ugyanis itt tudom jobban illusztrálni, de igazából ameddig van még mit uh, csinálni, vagy van még mit mutatni, addig tökéletesen meg vagyok azokkal, amik nekem vannak. Nos, hát akkor vágjunk is bele. Az első, ez egy nagyon régi, és több ugyan ez az ember által csinált uh, dolog lesz majd, és akkor nézzük csak Angel ez ugye angyal, ez ilyen átser csak nagyjából szárnyakkal, ugyanúgy egyet foglal, csak 35 percbe, 35 másodperc készül, ugyanúgy 24 ilyen megy, kevesebbet sebez, viszont több élete van. Hát igen, szerintem ez tök fölösleges, mert ott az átser, de ez csak egy ilyen egy spe, ilyen speciális átser tulajdonképpen, lehetne ez valami hát igazából upgrade vagy akármi, de szerintem sok értelmet nem látom ennek. Jó, ugyanettől a készítőt ugye ugyanolyan szürke háttér, a Sötét Híler. Ez egy speciális hírle lenne, ott láthatjátok, hogy hogy néz ki. 25 helyet foglalna, és 40 perc lenne. Még elkészül, úgyhogy 16-tal menni, ez viszont sebez is az ellenségbe, és közben még hilleli is, az ellenséget 300 hiller, vagy 300 sebez, a hillerés az nincs odaírva, és ugyanannyi élete van. Igazándiból én ezt is fölöslegesnek tartom, hiszen ott van már erre a cél a healer. És igazából tök megoldunk el, ugye most dobták ki ezt az új frissítést, hogy nem érzékelteti a bombákat. Jó, következő ez a field Imp. Ezt nem tudom lefordítani, magyarra, pontosan, bocsánat. Ez egy ilyen speciális goblin. Az a vicces, hogy fél helyet foglal. Fél helyet. E, és 25 másodpercet készül el. Kétszer olyan gyorsan megy, mint a goblin. E, viszont fel annyit sebez, fel annyit foglal, és ugyanannyi élete van. E, ez elég vicces lenne, de is nagyon sokat tudnánk belőle csinálni. Nagyon gyorsan menne, és akkor egy össze-vissza mennének, és sebeznének. Is. O, szerintem vicces lenne, de valószínűleg ilyen nem lesz. De poén lenne az egész. Jó, oké, és a következő egy különleges sárkány, Fire Drake. Uh, ez egy, ugye, mint mondtam már, különleges sárkány. Uh, ó, Dragon level 5, nincs itt level 5-ös Dragon, na mindegy, lehetne ez a 5 sárkány. Uh, vagy nem tudom, igazából 4, ugye kétszer annyi helyet foglal. Ú, uh, 120 perc, amíg elkészül, az kicsit durva. Gyorsan, uh, gyorsabb, mint a sárkány. Hú, 700-at sebez, az már durva, és... Ó, oh, viszont kevés élete van. Hát sok értelmét nem látom, ugye már kijött egy új légiegység a Lava Hound. Szerintem még fognak dobálni befelé légiegységeket, ugyanis a Darbarakban még van négy hely, de nem hiszem, hogy még egy sárkányszerű dolog lenne. És akkor a következő lenne az Ultra, ami szintén egy Pekka variáció, ugye sokkal nagyobb, 40 helyet foglal, ú, 120 perc alatt készül el, fölösleges, lassabb, sokkal többet sebez, és több élete is van. Szerintem ez fölöslegesülni, és kidobták azóta, ami, ez az ötlet óta az ötös Pekkát, ami übel brutál és nagyon jó. És szerintem erre nincs szükség szintén, de azért úgy gondoltam, hogy bemutatom nektek. Jó, a következő az egy Skeleton King. Itt láthatjátok, hogy hogy néz ki. Elég menő, szerintem. Ennek is van valami képessége. 180 percet legyen az, hogy jó sok élete van, és nagyon sokat sebez, és bármire rámegy, és, ké és elég gyors. Hát nem tudom, már beszéltem erről, szerintem lassan már jöhetne egy új hős, ez például jó ötlet. Mondjuk a kép az nem teljesen illik bele a Clash of Clansz világába, de szerintem jó jópofa és ötletes volt a készítője. Uh, ez egy ilyen fan kép, hogy izé, új védekező épületek, itt ugye a Hidden tesla a tetejét láthatjuk a Dark Elixir Story uh, igazából az vicces lenne, ha a storage is tudnának sebezni, de hát így is elég nehezen lehet mondjuk egy TH13 csillagot, úgyhogy ennek sok értelmét nem látnám. Uh, jó, persze jó lenne, meg könnyebb lenne megvédeni, de támadásnál nagyon rossz lenne, úgyhogy valószínűleg ez nem lesz meg, ez csak egy ilyen kis Uh, felröppenő ötlet volt. Uh, jó, a következő a Barcher. Ez egy, ugye, egy barbár és az Archer keveréke. Uh, ugye így van nála, uh, de kardokat lő ki vele. Uh, a haja az barbáros, de az, izé, vagy a szakáll a barbáros, de ugye rózsaszín az egész. A ruhája is ilyen átseres. Uh, szóval elég vicces, ugye ez egy ilyász lenne, vagy ami kardokat dobál, hát igazából ez csak ilyen fán az egész de tökre tetszik nekem a dolog. Nézzük, következő. Itt ezen a képen az a különlegesség, hogy ott láthatjátok, hogy mennyi XP-t kapunk a dologért, ha fejlesztünk. Ez igazából egy nem nagy dolog, de szerintem hozzáadna sokat a játékhoz, segíteni mindenkinek, hogy nagyjából be tudjuk munkat tájolni. Wikipédia meg tudjuk nézni, hogy mennyi XP-t fogunk kapni, de szerintem azért lenne értelme annak, hogy kijelezné, hogy hány XP-t kapunk az épület fejlesztésért. Jó, ö, a következő, ez egy ilyen questes dolog, ö, és nem tudom, hogy hol van a másik kép, minden esetre előre a képről beszélek. És az a lényeg, hogy vannak ilyen questek, amik valamilyen balunok segítségével ö, 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 s, ö, hoznak el nekünk, és akkor mert ha megcsinálod őket, ugyan, hogy rombolj le őt, állcsőltávort, ő, tárcs, ő távölt, ö, ö, meg ilyenek, ilyen lútó ennyi goldot, ő ilyen meg ennyi talán katonát a tanát, meg és kapsz ezekért pénzt, ö, meg ilyen rubintot, amit majd később el tudsz váltani dolgokra, és, és ö, ez, már, ez is már egy nagyon régi ilyen ötlet, ö, nekem tetszik amúgy, hogy tök jó, hogy ilyen havi küldetések, meg napi küldetések, meg heti, és akkor mindig lenne mit csinálni, nem unatkoznánk, és minden, mindig lenne értelme feljönni egy kis bónusz pénzért esetleg. Ö, na, nekem ez nagyon tetszik, jó, a következő is nagyon tetszik, ez a Spin and Win Clash of Clans kerék, és az lenne az egész, hogy lenne egy kerék, megpörgetjük, és akkor vagy kapunk Gemet, vagy újra pörgetünk, vagy Darkot, Elixir, Goldot, esetleg valami Pokrot, vagy valami kinézetet esetleg, vagy valami plusz dolgot, vagy, vagy az, hogy semmit. Ez nagyon jó lenne, mit tudom én naponta lehet pörgetni, vagy hetente, és akkor jaj de jó kaphatunk valamit, és akkor már ezért is még, még egy indok, hogy feljöjjünk, és hát nekem ez nagyon tetszik, ez elég jó dolog, ez nemrég röppent fel így a fórumokon, meg a Clash of Clans postjainak a kommentjeiben, szerintem ez jó lenne, nekem ez tényleg tetszik. Uh, jó, és akkor az utolsó, uh, ugye ezt a képet láthattátok már, a uh, Clash of Clans posztolta. Ugye itt ebbe az volt a különlegesség, hogy a hetes falat uh, tudtuk Ericssirbe fejleszteni, uh, meg a nyolcasat. Nos, ezt szeretnék az emberek nagyon vissza, és most TH8-om vagyok, és annyi Ericssirben van, hogy nem tudok mit csinálni vele, és tényleg már annyira idegesítő, hogy egyszerűen van egy csomó elixírom, és már a TH mellé kell raktam, hogy vigyék el a többi mások, mert én nem tudok mit kezdeni vele. Míg, hogyha lehetne belőle falat fejleszteni, akkor úristen már rég TH9 lennék nagyjából, mert annyi falat tudtam volna fejleszteni, de nem, nem megszüntették sajnos, és fú. Na mindegy, szóval ennek nagyon nem örültem, ezt visszahozhatnak tényleg és akkor igazából én ennyi lettem volna erre a videóra, tényleg küldjetek e-mailben ötleteket, e-mail címem clashwithjomatskukatgmail.com, de ezt a Youtube oldalamon is megtalálhatjátok. Köszönöm, hogy néztétek a videót, akkor én most már tényleg ennyi lettem volna mára, sziasztok!